Különös dolog, hogy noha köztudott, és micsoda rettentő mennyiségű téves információ tömeg forog közkézen emiatt, az elképzelés miatt, hogy tévedni emberi dolog, az elme értelmes része, amely mérlegeli a problémákra adott megoldásokat, és amely az embert emberré teszi, tökéletesen képtelen arra, hogy tévedjen. Ez megdöbbentő felfedezés volt, de nem kellett volna annak lennie. Hamarabb is rá lehetett volna jönni, hiszen igen egyszerű és könnyű megérteni. Az ember tényleges mérlegelő képessége sohasem hibás, míg a súlyosan aberrált személy esetében sem. Ha megfigyeljük egy aberrált személy tevékenységét, meggondolatlanul azt feltételezhetjük, hogy a személy mérlegelései voltak hibásak. De ez a megfigyelő tévedése lenne. Bármely személy, akár aberrált, akár clear, tökéletesen mérlegel a tárolt és érzékelt adatok alapján. Vegyünk bármilyen közönséges számológépet, az elme pedig egy kivételesen lenyűgöző szerkezet, és még hosszú időn át messze-messze felül fogja múlni mindazokat a gépeket, amelyeket feltalál, és tápláljunk bele egy megoldandó feladatot. Szorozzuk be az egyet 7-tel. A megoldás helyesen az lesz, hogy 7. Most szorozzuk be az egyet 6-tal, de közben tartsuk lenyomva a 7-est. 6x1 az 6, de a megoldás, amelyet kapunk, 42 lesz. Tartsuk továbbra is lenyomva a 7-est, és adjunk a gépnek más feladatokat. Nem a feladatokkal van a gond, hanem a megoldásokkal. Most állítsuk be úgy a 7-est, hogy mindig lenyomva maradjon, függetlenül attól, hogy milyen billentyűket nyomunk le, és próbáljuk meg elajándékozni a gépet. Senkinek sem kell majd, mivel a gép szemmel láthatóan megbolondult. 10x10-re azt adja ki, hogy 700. De valóban hibás a gép számtani műveleteket végző része, vagy csupán hibás adatokat vittünk be? Ugyanígy az emberi elme is, amelytől olyan nagyságrendű és oly sok változót tartalmazó feladatok megoldását várják el, amitől az egyszerű számológép egy óra alatt ezerszer is összezavarodna, áldozatul esik a hibás adatoknak. Hibás adatok kerülnek be a gépbe, a gép pedig rossz megoldásokat ad. Hibás adatok kerülnek be az emberi memóriabankokba, az egyén pedig abnormális módon reagál. Az aberráció problémájának megoldása így lényegében az lesz, hogy megtaláljunk egy lenyomva tartott 7-est.